A Paks 2 ZRT dolgozói által felajánlott ajándékokat adta át a Tolna megyei Balassa János kórház gyermekosztályán Süli János, az atomerőmű beruházásért felelős miniszter, Lenkei István a társaság vezérigazgatója és Mitler István a cég kommunikációs igazgatója. Ünnep van, az advent, karácsony, a gyerekeknél a Jézuska várás, és hogy ők itt vannak bent a kórházban, nem a megszokott környezetükben. Az is tartottuk fontosnak, hogy egy kicsit kibillenteni ebből a unalmas kórházi létből, meg abból azért csak minden gyereket megvisel, hiába vannak itt többször a szülők, hogy nem otthon vannak. Tehát ezért is Tolna megyébe pedig Szekszárd, ugye a mi központi kórházunk, persze, hogy akkor ide tudtunk jönni, meg ide is akartunk jönni. A miniszter azt is hozzátette, hogy az atomerőmű régóta rendszeresen ápolja a kapcsolatot a megyei kórházzal, az intézménnyel való együttműködés pedig fontos feladata lesz Paks 2-nek is. Az intézményben dr. Németh Csaba főigazgató és Ács Rezső, Szekszárd polgármestere fogadta a vendégeket. Korábban a cipődobozos akcióban gyűjtöttünk, és idén úgy döntöttek a kollégák, hogy ide a Szekszárdi Gyerekkórházba hozzuk ezeket az ajándékokat. A kollégáim által felajánlott játékok a kórház gyermekosztályán maradnak, emellett névre szóló csomaggal is készültünk a gyermekeknek, tájékoztatott Lenkei István, a Paks 2 ZRT vezérigazgatója. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere is szívesen csatlakozott a paksi jótékonysági akcióhoz. 4 doboz szaloncukrot tudtam most idehozni az a karácsonyfa alá, és ezzel becsatlakoztam a paksiak kezdeményezésébe, ami nagyszerű kezdeményezés. De mi nem csak karácsony és advent időszakában figyelünk oda a gyerekekre és a gyermekosztályra, hiszen 2 évvel ezelőtt elkezdtük egy közös munkát a kórházzal. Itt, ahol most jelenleg vagyunk, ennek a színnek a felújítását teljes egészében a város önkormányzata támogatta. Egy szinten lejjebb éppen zajlik a felújítás, amit már nem Szekszárd városa, hanem kis térség összefogásával valósul meg, és természetesen nekünk fontos, hogy ha valaki kénytelen kisgyerekként itt tölteni az idejét, akkor az jó körülmények között tegye. Dr. Németh Csaba, a kórház főigazgatója hangsúlyozta, hogy karácsonykor hatványozottabban fontos számukra, hogy barátságos és otthonos környezet vegye körül azokat a csöpségeket, akik kórházba kényszerülnek ezekben a napokban. Tevékenységükben ezért komoly segítség és nemes gesztus, amit a Paks 2 ZRT dolgozóitól kaptak. Folyamatos a kapcsolatunk a Paks egy atomerőmű vezetése és a kórház vezetése között, illetve mióta a Paks 2 megalakult, velük is a Paks egy által megkezdett hagyományokat folytatva egy jó emberi és intézmények közötti kapcsolat van közöttünk. Korábban is sok segítséget kaptunk, aminek révén egyrészt szakmailag hatékonyabbá tudtuk tenni a kórház működését, másrészt kényelmesebbé az osztályokat a betegek számára, hangsúlyozta a kórház főigazgatója.